Kérlek szépen, kérdezáros megszállását. Polgármestere, Gyuban. Jegyzője, Nekedik Kedinti. Intézményvezetői, cégvezetői. Nincs közötti Térzsaszvárosi. Volt egy? Én. Ezért mondtam le annak idején, mert ez a budai család. Tehát más irány pedig kell készíteni a helyet. Mint ami a múltami helyet. Mi a helyet is a család. Neki nekem a részkiség, hogy legyen 80-120 igyevezékel készelődik ilyen voltak csak ünnek a városban a rendben. Köszönöm, hogy így vannak előttél, mert valóban mióta megismerti a polgármester, szétrombolódott ennek a kerületnek a teljesítő fontossága. Tehát örülünk, hogy itt vannak, semmi helyezzel, de miért kell kívülről hozzá rendfenntartókat hozni. Mikor saját magunk ez év elején feltudtuk a kerületet, és kérdezünk magunkat, hogy miért van nagyon korrektív bűnös Köszönöm.
mindenhol, ahonnan csak tudta, összeszedte azokat a minden kikotolt egyszerűeket, akiket magából a testületből is a megérségből is kiadták. Minden is a legjobb, amiknek bennük neki. Aki már előre lezette, de a dolgok bennük rá, hogy cigánytal alítanak. Cigánytal alítanak. De cigánytal alítanak. Még ő is választották meg, már ez csörölt alulat. Nyilván a legjobb, mert csörölt. Arra, hogy nagyon csak fárosok emlékszem lehetnek tartani. Esetleg hallgatom is kívánnánk, hogy a számosítőben vezetők a rogyó, marsó, semmi probléma. Végül is úgy nyilván tudják, hogy ezek fárosokat életes figyelmésük tartani. És akkor én szépen összeállított egy csupa fehér emberkel, és ennyivel a fehérekkel, a legnagyobb is akarok. De a kizárólagosságban nem lehetett el. Ezt a látható vezetők, akikről mindannyian tudték el, akik nem beszélő fejek, hanem vezetők, dolgozók, munkavállalók, mind a legnagyobb az első napot leváltották. A biztonsági gyakorlatilag és a más napot, akik feleltek, József Fáros közvetlék, jelentők, Mi a
kérdés, és kérlek rá, hogy szavazás. Aki már egyetért meg a hatállal, azt kérlek, hogy megmondja a kezdet. Szavazom, Józsefváros népének ülésében. Józsefváros törvényének első feladat. Józsefváros nem tűri, hogy a város népe véleszélye alapján megkülönböztetésre kerüljön. Mindegy honnan jöttél, a lélekben és testben használt megérkeztél, és nem jöttél a fáját. Elfogadjátok a Józsefváros első törvényeket. Köszönöm. Jó város minden erejével a város népének fordulására. Helye és lehetőségei határán biztos megélhetés, munkát, lakhatás, békességet és nyugalmat biztosít a polgárnak. Megtudhatják a jó város minden feladatát saját népének áthoz közvetlenül. Rájuk támaszkodva velük együtt végig, világ a közös javakra, a rendre, a biztonságra, lehetőséget ad mindazon polgárainak, akiket megjelentek. Fiatal értelmények. Egyet. Ezért jó város nem vesz igénybe külső munkáért és szolgáltatásokat. Mi saját erejéből megvégezheti, a munkai teremtés és a lakhatás biztosítása tekinti legfontosabb feladatnak. Ötödik. Nyilvános nem emeli a kényig a lakvéreket, nem tartja semmit, amit a város lakvének döntődő. A lakvére szerint a szerint szabva meg, hogy az éppen elégséges legyen a bérlakások fenntartásához, és egy fejénkor sem költ másra a bérlakére. Mert mondjuk a pillanatban megállom, van egy cég, hogy önkör nem lehet egy cég. Már egy pillanatban nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet. Saját munkájával a lakásokat lakhatóvá teszik.
szolgálati állásként és pályázati útért szociális látszolódtság alapján érdeadja a városokat. Mi a véleményed a szolgálatunkhoz? Ugyanaz a helyzettől szerezzen minden szükletességünkkel üresen vannak tartva helyet, hogy megadnánk kedvezményesen itt a beköltöző a kis szállalkozóban, amit talán úgy lehet innen a felület, ott a helyet tudnánk teremteni. A hetedik pont erről szól. Jóváros mindenhetne azért, hogy semmilyen helyisége üresen nem alakul. A bérleti díjat úgy szabja meg, hogy vállalkozásokkal teljen meg a város, adót és bérleti díj kedvezményeket ad minden útra, a munkáért a város mértékben. Mi a gondolatodat? És akkor most kérdezik a rendszerűen, hogy már mit fogjátok meglátni, hogy miért volt ennyire fontos, hogy első hét tart. Én gondolom, hogy amit mindenit elszabadulok. Mert egyszer mindenkor van, a hivatalos döntéshozásnál mint azt fogjuk tudni tartani, mert fel kellünk tartani. Ezért a rendszerűen tart. Nyilvános soha nem volt olyan rendeletet, határozatot, mely saját a városnépe által elfogadásnál törvényével ellentétesednek, és megsemmisít minden olyan korábbi döntés, mely a törvényben nincs. Köszönöm. Már a barátaim és testvérek, a kérdésem ennek után, hogy én mit szoktak el szeretni? Szerintem, hogy a minden nem volt érte. A barátaim és testvérek, jóváros törvényeket, jóváros. Igen. Milyen nézzétek meg
csodára. Minden. Most már egy hétfő. Nem csak a kis napfél. Most az előtt. Igen, azt mondjuk, hogy ez rövid van is igazából. Eddig megtörtöztetek. Nem van már pedig, ott nem. De Fidesznek van egy rakás próbáljuk. De nem a vitt kéne, mi van? Mi van ezen az állatban? Én kell hozzá, állandóan így ülődöm. Kedvelő kutat kell kérdőben, leszabadulva a pokolóban. Miért mondnak? Nálad a legjobb szállat. Konkurenciában. Ha mi a személyt csinálsz, abban a hatóságban, akkor ott alakul. Köszönöm. Nagyon sem kézzel elég. Nem gondolom, a szükkos, most a tüketést figyelmet, nem a tüketést figyelmet. Most már azt figyelmet. Ha a kétségeik vannak Márti hatalmasságát illetően, akkor azok nem. Amit így akarnak. Ez nem kérdezik. Olyan jól állások lenne. Külföldet. Tele van nagy követség, hogy mondom, és mindig pártakonat a tűzben. Vigyék el a magad. Rövőnök, külzélek. Jó, a nagykirály ez nem alkalmas, ezt tudjuk. Egyszer még vezetőnek nem tudtam. Tehát egy jó kis kérettségű titkán. Jó? Minden. Hát kell összevetni a titkosságot. Hát a legjobb. Összevetni. Szabor se jelent. De azt gondolom, hogy a kérdésre ezt nem teszi neki. Nem olyan csak ez 27 perc. Kerenteim és testvérem. Tudjuk, hogy így elsőnek állni a vagyok. Innen már el lehet indulni. Nekünk az olyan tudni, hogy a város tiszteleti a saját megvonnán, neki meg gondolnak. Jó, hogy tart,